Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Választási eredmények Tolna vármegyéből, nekik szavaztak bizalmat. Taroltak. Az összes egyéni választókerületet megnyerte Szekszárdon a Fidesz-KDNP, a polgármestert is ők adják. 11 mandátum. Nagy arányú győzelmet szereztek a kormánypártok a Tolna vármegyei közgyűlés választáson. Június 9-én vasárnap a Tolna vármegyeiek is döntöttek arról, mely pártoknak és képviselőknek adnak felhatalmazást arra, hogy képviseljék őket a következő önkormányzati ciklusban. Mutatjuk, milyen eredmények születtek. Tolnában a vármegyei közgyűlés választásán 57%-kal magabiztosan nyert a Fidesz-KDNP, csak úgy, mint az ország összes többi vármegyeiben is. A kormánypártok összességében így 11 mandátumot szereztek, míg a Mi Hazánk 2-t, a DK és a Momentum pedig egyet-egyet. Szekszárdon a polgármester Berlinger Attila a Fidesz-KDNP jelöltje lett, a szavazatok 54%-át elnyerve. Másodikként Bomba Gábor, harmadik helyen Tóth Endre futott be. A képviselőket nézve abszolút taroltak a kormánypártok, hiszen mind a 10 egyéni választókerületet behúzták. Kompenzációs listáról jutott be 3 jelölt az EN Szekszárdból és egy a Mi Hazánkból, ami újdonságnak számít a szekszárdi közgyűlésben. Tolnán 14 év után nem fideszes lesz a polgármestere a városnak, hiszen Balogh Zoltán, a Tolna Városért Egyesület jelöltje rendkívül szoros versenyfutásban mindössze 72 szavazattal legyőzte Berta Zoltánt, a település jelenlegi alpolgármesterét. A képviselőtestületi mandátumok megoszlásában 7-et szerzett a Fidesz-KDNP, 5-öt a Tolna Városért Egyesület. Bonyhádon Filóné Ferenc Ibolya újráz, ő Száraz Zoltán győzte le, a szavazatok 60%-át megszerezve. A Fidesz-KDNP képviselői szerezték meg a többséget a helyi testületben 7 mandátummal. Dombóváron sem történt változás a polgármester tekintetében, Pintér Szilárd újabb ciklust kezdett meg. Dombóváron is kormánypárti többség lesz a képviselőtestületben, ahol a Fidesz-KDNP 9 helyet szerzett. Bátaszék vezetői pozíciójában marad a független jelölt Bozsolik Róbert. Több mint 20% ponttal előzte meg Molnár Péter fideszes jelöltet. A képviselőtestületben is fölényben vannak a független jelöltek 7 mandátummal. Talán Paks szolgáltatta a Tolna vármegye legmeglepőbb eredményét, ahol kiemelkedő sikert ért el a Paksi Deák Ferenc Egyesület. Jelöltjük Heringes Anita ülhet be ősztől a polgármesteri székbe, továbbá a képviselőtestületbe is delegálnak 8 politikust, míg a kormánypártok csak 4-et. A választások eredményei még nem jogerősek. Elsőprő győzelmet aratott a Fidesz-KDNP Szekszárdon. A polgármester Berlinger Attila a kormánypártok jelöltje lett, a szavazatok 54%-át megszerezve. A 10 egyéni választókerületből pedig mind a 10-ben a Fidesz-KDNP jelöltje nyert. Voltok az ünneplésre a Fidesz-KDNP szekszárdi képviselőjelöltjei számára vasárnap este, hiszen a párt Berlinger Attila személyében 54%-kal megnyerte a polgármester választást, a 10 egyéni választókerületből pedig mind a 10-ben sikert arattak jelöltjeik. A következő önkormányzati ciklusban a képviselőtestületben mandátumok szerint 11 politikust küldenek a kormánypártok, 3-at az EN Szekszárd Egyesület és 1-et a Mi Hazánk Mozgalom. Nagyon nehéz ilyenkor szavakat találni, hiszen az érzelmek előtörnek. Egy olyan sorsdöntő győzelmet aratott ma Szekszárd, amelyet azt gondolom mindannyian megérdemeltünk. Ebben a hosszú kampányban az az alapüzenet, hogy mi a béke és az együttműködés Szekszárdját szeretnénk felépíteni, ahol tényleg a tiszteleten, az egymás iránti megbecsülésen alapul a hangnem is, azt hiszem ma visszaigazolódott. Végtelenül hálásak vagyunk annak a sok-sok ezer szekszárdi szavazópolgárnak, akik ezt megértették, elfogadták tőlünk, és szavazataikkal vissza is igazolták. Azt hiszem, amikor egy polgármester ilyen hatalmas fölénnyel, és a 10 egyéni képviselői körzetből mind a 10-et megnyerve egy csapatot tudunk kialakítani, a Szekszárd nem csak jelenkorának, hanem egy közép- és hosszú távú jövőjének is egy nagyon jó muníciót adhat. A polgármester az országban egyedülálló módon nem ősztől, hanem már most megkezdheti a munkát, hiszen a városnak nincs jelenleg polgármestere. Horváth István Tolna vármegye országgyűlési képviselője is megköszönte a leadott voksokat. Én azt gondolom, hogy ezzel tisztáztuk is a közéletnek a kívánalmát, hogy merre fele menjen Szekszárd városa. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a győzelmet most ki kell ünnepelni, mert megdolgoztunk érte, de utána végig kell gondolnunk azt, hogy hogyan tudnánk ezt a fajta közhangulatot Szekszárdon minél előbb arra a
a közös kívánalomra hozni, hogy békesség legyen Szekszárdon, és az összefogásról tudjunk beszélni, és ne a sérelmekről, hanem arról, hogy hogyan tudjuk ezt a gyönyörű várost fejleszteni, és hogyan tudjuk sikeressé tenni az itt lévő vállalkozásokat, az embereket, hogy minél élhetőbb legyen a város, és hogy kiászálódjunk ebből az elmúlt éveknek ezt a lelki, hogy mondjam, nehézségeiből. Így ünnepeltek a képviselők és a megjelentek, mikor legutoljára biztossá vált dr. Bali Ildikó győzelme is, aki a 6-os számú egyéni választókerületben nyert Murvai Árpád ellen, mindössze 11 szavazattal megelőzve az Éjjel-Szekszárd képviselőjét. Ez egy nagyon szoros küzdelem volt, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy tudtam győzni, és a Szekszárd város képviselője lehetek. Böröc Máté, a Szekszárdi Matthias Corvinus kollégium vezetője, a testület legfiatalabb tagjaként kezdheti meg a munkát. Látszik az, hogy a fiatalokat be kell vonni abba, hogy milyen irányba megy a város. Lehetőséget kell adni azoknak, akik esetlegesen nem tudnak mondjuk telket venni, vagy házat építeni. Itt a programunk az hűen tükrözte azt, hogy mi feléjük is, irántuk is nyitottak vagyunk, és szeretnénk azt, hogyha minél több család képzelni el Szekszárdon a jövőjét. Mindemellett szeretnénk azt is, hogy a szórakozóhelyek és egyéb olyan intézmények, amelyek a szabadidő hasznos eltöltésére hivatottak, azok úgymond minél nagyobb számban jelenjenek meg Szekszárdon. A kormánypárti képviselők közül bejutott a szekszárdi testületbe Gréci Félegyházi Gyöngyvér, Koller Tamás, Szollár Zoltán, Szabó Noémi, Janó Attiláné, Fusz György, Móra Viktória és Máté Péter is. Bátaszék polgármestere a következő önkormányzati ciklusban is Bozsolik Róbert független képviselő lesz. A politikus a szavazatok 61%-át zsebelte be, megelőzve kihívóját, a Fidesz-KDNP színeiben induló Molnár Pétert. Az egyéni listás képviselőjelöltek közül bejutott tovább a 6 független és 2 kormánypárti jelölt. Az újrázó polgármestert kérdeztük arról, hogyan értékeli az eredményt. Azt gondolom, hogy egy igen nehéz választási kampányon vagyunk túl, de a bátaszékiek értékelték azt a szakmai munkát, amit az elmúlt 5 esztendőben elvégeztem, és elvégeztünk itt a kollégákkal együtt, és ez lejött a választás eredményében is, és meggyőző többséggel amellett voksoltak a bátaszékiek, hogy továbbiakban is bátaszéken békesség legyen, együttműködés legyen, próbáljuk azt a szakmai tapasztalatra épülő higgadt várospolitikát folytatni, amit az elmúlt 5 esztendőben végeztünk. A Matrix projekt keretében őrizetbe vettek a szekszári nyomozók egy budapesti férfit, aki ismerősei számláira utalt csalással szerzett meg összegeket. Idén márciusban tett feljelentést egy becsapott szekszárdi asszony, akit egy ismeretlen, egy pénzintézet ügyvezetőjének kiadva magát rávet arra, hogy távoli elérést biztosító programot telepítsen az eszközére. Ezután a banki adatait megszerezve 2.630.000 forintot utalt el a számlájáról egy ismeretlen nőnek. A strómanként ügyködő fiatalember kihallgatásán beismerő vallomást tett. 17 műszaki mentéshez riasztották Tolna vármegye lánglovagjait a hétvégén. Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó vasárnap éjszaka Szászváron a Bonyhádi utcában. A baleset helyszínére a bonyhádi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet. A gépkocsi egyik utasát a mentők kórházba szállították. Gyalogos forgalmat veszélyeztetett egy kerítésre dőlt fa vasárnap reggel Dombóváron az Erzsébet utcában. Motoros láncfűrés segítségével szabadították fel a járdát a dombóvári hivatásos tűzoltók. 45. helyen végzett Szemerei Levente, a Szekszárdi Sportközpont hosszú távfutója a Római Atlétika Európa bajnokságon. A versenyző a félmaratoni távon közel 2 perccel maradt el, 1 óra 4 perc 8 másodperces egyéni csúcsától. A sportoló a verseny után azt nyilatkozta, az elmúlt egy évben nem futott félmaratont, a fókusz a Bécsi Maraton országos bajnokságán volt, amihez naptárban közel van az Európa bajnokság. Ezért nehezebb volt felkészülni erre, mint a tavalyi budapesti világbajnokságra.
Bajnok lett a Tolna VFC labdarúgó együttese a Tolna vármegyei második osztályban. Izsák Géza csapata a Faddi Ese ellen hazai pályán elért 1-1-es eredménnyel biztosította be a bajnoki aranyat. A találkozó góljait Pesti Viktor és Zsolnai Péter szerezték. A pontvadászatban második helyen Tevel, harmadikként pedig Tengelic gárdái végeztek. A Faddi Ese 5. helyen zárt. Megkezdte szereplését a portugáliai strandlabdarúgó európai bajnokok tornáján a Bonyhád BFC együttese. A völcségiek a nyitókörben a világsztárokkal tüzdelt Portugál Braga ellen léptek pályára. Az első két harmadban jól tartották magukat, azonban az utolsó játékrészben 6 gólt is talált a hazai csapat, így alakult ki a 10-1-es végeredmény. A völcségiek legközelebb hétfő este 20 óra 15 perckor mérik össze tudásukat a francia Marseille BT-vel. Nagy arányú győzelmet ért el a Fidesz-KDNP listája Tolna vármegyében a vármegyei közgyűlés választásán. A kormánypártok 57%-kal 11 mandátumot nyertek el. A testületbe a Mi Hazánk küldte továbbá 2, a DK és a Momentum pedig 1-1 politikust. Az eredményről Orbán Attillát, a Fidesz-KDNP helyi listavezetőjét és a jelenlegi közgyűlés alelnökét kérdeztük. Nagyot nyertek a kormánypártok a Tolna vármegyei közgyűlés választásán, hiszen a megszerezhető 15 mandátumból 11 az övék lesz. Az eredményt Orbán Attila értékelte. Azt mondta, ez egy történelmi siker. Ilyen magasan még soha nem nyertük ezt a megyei választást, és nagyon köszönjük annak a 47.390 embernek, aki elment és ránk szavazott megyeszerte a Vármegye 109 településén. A közgyűlés feladata áttekinteni a Vármegye településein szükséges fejlesztéseket és megvizsgálni, hogy hogyan tudnak eleget tenni ezeknek az igényeknek. A kormánypártok nem csak Tolnában, hanem minden vármegyében első helyen végeztek a helyi közgyűlések választásán. Hoztuk ugyanazt, amit 5 évvel ezelőtt, 2019-ben is minden vármegyében a Fidesz-KDNP nyert, és tudott többséget alkotni a közgyűlésekben. Nagyon örülünk, hogy ez több vármegyében még bővült, mint a mi esetünkben is, és hát most új erővel, új lendülettel folytatjuk azt a munkát, amit elkezdtünk, és amit már sok éve folytatunk Tolna vármegyében. A ciklusok elején fontos ellátogatni a településekre, megbeszélni a helyi állapotokat, a fejlesztési lehetőségeket. Tolnában a Mi Hazánk mozgalom szerezte a második legtöbb mandátumot, hasonlóan az ország több más részéhez. Az alelnök szerint ez a jobboldali közösség erősségét mutatja. Ez azt jelenti, hogy Tolna vármegyében a jobboldali közösség nagyon erős. A megyének a terület és település fejlesztésen túl van egy önként vállalt feladata is, ez pedig a közösségszervezés és a közösségek erősítése. És azt látjuk, hogy ennek a közösségfejlesztő munkának is köszönhető az, hogy itt nagyon erős jobboldali közösségek vannak, nagyon jó az egyházakkal való együttműködésünk, akár az egyházak támogatása, de ugyanígy sport és egyéb civil szervezetekkel való együttműködés, itt például a hagyományőrzőkre mindig nagyon nagy figyelmet fordítunk. A listás választáson indult, de nem szerzett mandátumot a Változást Akarók Nemzedéke Közéleti Egyesület, az LMP és az MSZP sem. Regionális híreink következnek. Helyhatósági választások eredménye Pécsen. Marad a Balos polgármester, de többsége van a Fidesznek a közgyűlésben. Választás Somogyban. Változás Gyugyon, újrázás Siófokon. Inspiráló változások, jövőképek. Elkezdődött a Pécsi Egyetem közgazdasági konferenciája. Éjfélre készült el a június 9-i helyhatósági választások eredménye Pécsen. A Balos polgármester Péter Fi Attila maradt a város vezetője, de a közgyűlésben a pécsi Fidesz lett a többség. Így a jövőben hatékony beleszólása lesz a polgári oldalnak a város ügyeibe. A pécsiek nyertek, jelentette ki Csizmadia Péter, a pécsi Fidesz polgármester jelöltje éjfél után tartott sajtótájékoztatón. Ugyan Péter Fi Attila megőrizhette a mandátumát, amihez Csizmadia gratulált is neki, azonban a mögötte lévő baloldali blokk elveszítette többségét, mondta a Fidesz-KDNP ÖPE-szövetség polgármester jelöltje. A pécsiek megbüntették a jelenlegi városvezető koalíciót, és az egyéni mandátumok többségét, a 17-ből úgy néz ki, hogy 9-et
azt a Fidesz, KDNP és az Összefogás Pécsért Egyesület közös jelöltjei nyerték el. Ezen kívül van egy függőben lévő mandátum még, hiszen ott a jelen állás szerint szavazat egyenlőség következett be. Tehát ott majd még ugye annak megfelelően, hogy aznak a sorsa, hogy alakul ennek a mandátumnak, még módosulhatnak az arányok, de az már biztos, hogy a baloldali blokk elvesztette többségét, és a következő 5 év az egy teljesen más korszakot fog nyitni a pécsi politikai életben. Hiszen véget vetettek a pécsiek annak az arroganciának és annak a gyakorlatnak, amely szerint a polgármesternek volt közgyűlése, és végre újra a közgyűlésnek lesz polgármestere. A pécsiek bizalmát igyekeznek megszolgálni, és a város építése érdekében együttműködni minden olyan szereplővel, aki a mai választás eredményeként mandátumhoz jutott, és bekerült a pécsi közgyűlésbe. Azon fogunk dolgozni, hogy a programunkban megfogalmazott biztonság és fejlődés 30 pontjából minél több megvalósuljon, ehhez kérjük az együttműködést minden megválasztott képviselőtől. Annak érdekében, hogy Pécsen valóban a következő időszak az a fejlődés korszaka legyen, és végre árokásás helyett hidakat építsünk a pécsiek és a pécsiek közösségek felett. Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke a vármegyei választás eredményei kapcsán köszönetet mondott minden baranyai polgárnak, hogy részt vett a választáson. Szerinte a Baranyában élők megértették, hogy milyennek a választásnak a tétje, háború vagy béke. Az az 57%-os listás eredmény, amellyel a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjét és listáját kitüntették, az azt bizonyítja, hogy a baranyaiak elsöprő többsége a békére és a biztonságra szavazott akkor, amikor a Fideszre és a KDNP jelöltjeire és listájára adta a szavazatát. Baranya nagy lehetőségek kapujában áll, mi baranyaiak úgy érezzük, hogy végre rajtunk a sor, azonban világosan belátható, és ezt a mai választáson jól láthatóan a baranyai emberek is belátták, hogy bármilyen nagyívű fejlesztésnek csak akkor van létjogosultsága és értelme, hogyha meg tudjuk őrizni Magyarország és szűkebb lakókörnyezetünknek, Baranyának a békéjét és a biztonságát. Ezért aki ma a Fideszre és a KDNP-re adta voksát, az nem csak a békére és a biztonságra, de a fejlődésre is szavazott. Őri László hozzátette, lehetőséget lát abban, hogy Pécset mint régióközpontot megerősítsék. Azon fognak dolgozni, hogy ezt a nagy arányú felhatalmazást és bizalmat megszolgálják a Pécset és a Baranyában élők javára. Rendkívüli esemény nélkül zajlottak a voksolások a Somogy vármegyei Gyugyon és Siófokon is a délelőtti órákban. Mindkét településen a regnáló polgármestereknek egy-egy kihívójuk volt. A jelöltek magas részvételi arányban bíztak. Egymás után érkeztek a szavazásra jogosultak a Somogy vármegyei Gyugyon. 259 választásra jogosult dönthetett arról, hogy a 30 éve regnáló Jelenka György vagy kihívója vezesse tovább a 320 lelkes települést. A kissomagyi település emellett arról is híres, hogy polgármestere az ország legidősebbje, a maga 92 évével. A posztért újrainduló Gyuri bácsi azonban nem a településről, hanem az európai parlamenti választások fontosságáról beszélt. Azért fontos, mert a küszöbön állunk a világháborútól. Én 92 éves vagyok, 14 éves voltam a második világháborúban, front alatt. A kis húgom, a legfiatalabb, 6 éves volt. Úgy emlékszik mindenre, mint én. Azt nem lehet se filmen bemutatni. Nézik az emberek, úristen, lőnek, szörnyűség, fáradt, el is alszik rajta. Meg az, hogy filmen, meg színpadon bemutatni, akik berúgták az ajtót, és rövid sorozatot engednek a plafonba, Germán, meg a nőkkel, amiket csináltak, azt nem lehet se elmondani, se bemutatni. El szeretném mondani, tegnap Orbán Viktor meghirdette, hogy 1 millió embernek mondjuk el. Én nem 1 milliónak akarom elmondani, én milliárdoknak akarom elmondani. Siófokon is nagy volt az érdeklődés a szavazóköröknél. Itt a regnáló polgármesternek, Lengyel Róbertnek egy kihívója volt, Gyulai László független jelölt személyében. A polgármester jelölt azt hangsúlyozta, fontos a magas részvételi aránya a választásokon.
Nagyon fontos a választás mindig, hogy az emberek az önrendelkezési jogukkal élni tudjanak a választópolgárok, és igenis érezniük kell, és én azt gondolom, érzik megfelelő súllyal azt, hogy vannak olyan pillanatok, amikor beleszólhatnak a jövőjükbe, beleszólhatnak a szűkebb, tágabb környezet jövőjébe, és én azt mondom, igen, élniük kell vele, és bízom benne, hogy nagyon sokan fognak élni ezzel a jogukkal, és elmennek ma szavazni minden területen, mind önkormányzati, mind Európa parlamenti, mind megyei lista tekintetében. Somogy vármegye 246 településén szavaztak a választópolgárok, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, a vármegyei önkormányzat összetételéről, illetve arról, hogy kit látnának a következő 5 évben szívesen az Európai Parlamentben. Jelenka György regnáló polgármesternek nem sikerült az újrázás, kihívója Tótné Szabó Erika független jelölt kapott lehetőséget a választóktól, míg a siófokiak bizalmát továbbra is Lengyel Róbert, a Becsülettel Siófokért Egyesület jelöltje, a jelenleg is hivatalban lévő polgármester nyerte el. Inspiráló változások, jövőképek címmel kezdődött kétnapos konferencia a Pécsi Egyetem közgazdaságtudományi karán pénteken. A Vezetés és Szervezés Tudományi Intézet immár 4. alkalommal tartja meg a Farkas Ferencről elnevezett nemzetközi tudományos konferenciáját. Idén a helyi gazdaság szereplői, cégei kiemelt szerepet kaptak az eseményen. A rendezvényt a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. Angol és magyar nyelven tartják a köszöntőket, előadásokat a Pécsi Egyetem közgazdaságtudományi karán. A nemzetközi konferenciát Farkas Ferenc professzor emlékére rendezik, szellemi örökségét életben tartva, idén már 4. alkalommal. Mára kinőtte magát ez a konferencia Magyarország egyik legnagyobb vezetéstudományi konferenciájává, úgyhogy nagy örömmel mondhatom azt, hogy mindezen tényezők együtteséből a lehető legnagyobb, az eddigi legnagyobb részvétele valósul meg a konferencia, több mint 80 előadás lesz, több mint 120 előadóból. Magyar vezető egyetemek, kollegiális műhelyek reprezentálják itt magukat, a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodás Tudományi Bizottságának a kihelyezett ülését is itt rendezzük. A nemzetköziségre jellemző, hogy az Egyesült Államoktól Európán át a közel-keletig és Afrikáig érkeztek a helyszínre, illetve bekapcsolódtak online a konferenciába. A gazdasági élet szereplőit is kiemelt figyelemmel fogadják, mondja az intézetigazgató. A 4. konferencia kifejezetten ezzel a céllal jött létre, hogy a gazdaság és az egyetem együttműködését tárgyaljuk át. Nem véletlen tehát, hogy a régió fő képviselői nem csak szponzorként, hanem előadóként is, kerekasztal beszélgető partnerként is jelen vannak. Mi nagyon örülünk annak, hogy a munkánk beérik, és szinte a régióban minden nagyobb gazdasági szereplővel egy nagyon gyümölcsöző együttműködést építettünk ki. A konferenciát ezért támogatja a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. A gazdaság és a helyi közösséget fejlesztő egyetem az összekapcsolódik. A dinamika, hogyha ők összekapcsolódtak, akkor exponenciálisan nő. Mind a két fél számára türelemre van szükség, mind a két fél számára nyitottságra van szükség, meg kell tanulni egymást. Én azt gondolom, hogy ez a folyamat a Pécsi Tudományegyetem és a helyi gazdasággal elindult. Nem csak a közgázon, orvosi karral, műszaki karral, tehát sorolhatnánk a számtalan jó példát. Ebből a sok kis operatív szintű jó példából fog majd összeállni ez a nagy egész, ami a helyi gazdaságot előre fogja mozdítani. A kétnapos konferencián olyan kérdések kerültek elő, mint a cég és vállalat irányítása a mai viszonyok között, vagy éppen azok a digitális kihívások, amik például a mesterséges intelligencia alkalmazását jelentik. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Választási eredmények Tolna vármegyéből, nekik szavaztak bizalmat. Taroltak. Az összes egyéni választókerületet megnyerte Szekszárdon a Fidesz-KDNP, a polgármestert is ők adják. 11 mandátum. Nagy arányú győzelmet szereztek a kormánypártok a Tolna vármegyei közgyűlés választásán. Kedden országszerte erősen változó felhőzet lesz jellemző, átmeneti, naposabbra forduló időszakokkal, majd ismételten eleredő záporokkal. A Dunántúl térségében élénk északnyugati szél fúj. Az esti órákra várhatóan nagyobb részt lenyugszik a légkör.
friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!